Ahogy már említettem önöknek a műsor elején, nagyon meleg időjárás köszöntött ránk, és nem csak csillagászati szempontból, hanem meteorológiai szempontból is itt a nyár. De hogy mi a helyzet egyébként az ország más területén, ezt Raffai Emőke kolléganőmtől kérdezem. Szia, Emőke! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a napindító nézőit. Itt vagyunk Sopronban a meteorológiai állomásnál, és jelen pillanatban is 25 fokot mutat a hőmérő higanyszála is a mai nap folyamán, 33-35 fokra lehet számítani. A holnapi napon 38 fok várható, majd a hétvége hoz egy kis leülést, de erről már Kis Mártont kérdezem, aki meteorológus, és itt áll mellettem. Jó reggelt kívánok, mi várható a következő napokban? Jó reggelt kívánok, igazi nyári kánikulát tapasztalhat. Az elmúlt napokban is országszerte 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és úgy néz ki, hogy még egy két napig velünk marad az igazi nyári hőség. Holnap délnyugaton akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet a friss előrejelzések szerint. Viszont ugye füllett meleg nyári levegő van felettünk, ez azt jelenti, hogy kedvezőek a feltételek, záporok, zivatarok kialakulásához. Ezeket tegnap is tapasztalhattuk. Az ország egyes részein heves zivatarok voltak, Törökszent Miklóson, például a meteorológiai szolgált 47,8 mm csapadékot rögzített, miközben ismét voltak az országnak olyan területei, amelyek teljesen szárazon maradtak. Itt Sopronban is azt tapasztaltuk, hogy dörgött, villámlott, egy nagyon kevés mennyiségű esőnk esett. Igazából csak annyira volt jó, hogy a szúnyogokat kicsit fölé lesz éjszakára, és pénteken érkezik majd a hidegfront, az vett véget ennek a hőségperiódusnak. Hétvégére ez záporokat, zivatarokat is ígér, elsősorban a keleti ország részbe, aztán vasárnapra nyugszik meg időjárásunk, az éjszakák felfrissülnek, tehát nem lesznek azok a trópusi éjszakák, amik most már előfordultak, az azt jelenti, amikor éjszaka sem csökken 20 foknál alacsonyabbra a hőmérséklet, illetve hát a napközbeni hőmérséklet is kicsit visszaesik, 26 és 31 fok közötti értékekre számíthatunk. Amint már említettem, itt vagyunk a soproni meteorológiai állomásnál, sokan nem tudják, hány van egészen pontosan az országban, illetve a soproniról mit kell tudni. Az országban 14 helyen rögzíti az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelőkkel az időjárási elemek alakulását, tehát 14 helyen vannak kollégáink, ahol nem csak ugye automata berendezések működnek, hanem manuális eszközökkel, illetve hát ami a legfontosabb, a szabad szemünkkel figyeljük óránként az időjárást, és ehhez kapcsolódik még, hogy a Magyar Honvédségnek 3 meteorológiai állomása van a katonai repülőtereken, tehát ők is foglalkoznak ilyenekkel. A soproni meteorológiai állomásra annyit érdemes elmondani, hogy az ország legrégebbi műszeres megfigyeléssel rendelkező mérőhelye. 1717-ben Genzel János Ádám, a város főfizikusa kezdte el a meteorológiai megfigyeléseket. Milyen eszközöket láthatunk még itt a meteorológiai állomáson kívül? A műszerkertben hagyományos mérőeszközöket látjuk, illetve a meteorológiai automatát. A hőmérőházba rögzítették ugye régebben, most már elsősorban az automaták figyelik a hőmérséklet levegőnedvességének az értékeit. A hőmérőházban látunk egy hagyományos hőmérőpárt, mellette egy termohigrográfot, aztán távolabb ugye az automata mérőeszközök, a párolgásmérőkádak, tehát minden régi konvencionális mérőeszközt itt a meteorológiai állomáson megtartottunk. Ma már ugye a meteorológia is nagyon automatizáltá vált, tehát legtöbb helyen az Országos Meteorológiai Szolgálatnak is közel 300 helyen történik automata berendezésekkel meteorológiai megfigyelése, illetve hát amit még láthatunk, egy érdekes mérőeszköz, ez a zúzmara mérő. Ez tulajdonképpen nem csak a zúzmarát, hanem a tapadóhavat, ónos bevonatot rögzíti, manuális eszközökkel végezzük rajta mérést, ráhullik a zúzmara, az ónos bevonat, a tapadóhó, és ezek tulajdonképpen egy ilyen távvezeték darabok, és a lerakódás mennyiségét, minőségét rögzítjük rajta. Tehát nagyon sok régi hagyományos mérőeszközünk van, és hát emellett természetesen ugye most már a meteorológiai szolgálatnál is a legmodernebb technikát használjuk elsősorban, tehát automatákat, illetve különböző számítógépes modelleket. Tehát az itt látható mérőeszközökből már tulajdonképpen csak hagyományos régi fajta meteorológiai adatokat rögzítünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Kis Mártonnak, és akkor azt mondom a kedves nézőknek, hogy mindenképpen kenjük be magunkat napkrémmel ezekben az időszakokban, ezekben a napokban, és ne tartózkodjunk a csúcsidőszakban 11 és 3 óra között a napon. A szó a stúdióé. Emőke, köszönjük szépen!